szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Total War Attila, vagy az Attila Total War, kinek hogy tetszik. Hát nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de én majdnem minden Total War játékban, amiben lehetőség volt választani őket, és lássuk be, hogy a legtöbb Total War játékban volt lehetőség, ha nem is az alapjátékban, akkor modok segítségével választani ezt a frakciót. Ezek pedig, vagy hát ez a frakció nem más, mint a Piktek, tehát a Medieval 2-ben ugye skótokként választhattuk őket, nagyon élvezetes volt velük játszani, egy kicsit másfajta hozzáállást kellett tanúsítani a velük való játékban. Szerintem az Attilában annyira nem markánsan különül el a három kelta törzs. Igazából én majdnem mind a hárommal szeretek játszani, talán annyira ugye az Eblánikkal, tehát az Ebdeniánokkal nem, ők ugye a mai Írország területén éltek. Velük a távolsági harcnak ez a hajtodárdás mi volt a miatt, én ezt annyira nem. A Pikteknek viszont ez a kicsit ilyen gerilla harcmodoros, rajtaütős dolga, ez azért ez nem olyan rossz. Hát a Kaladónok ugye, igazából őket is megnézhetném, hogyha a skótokat akarnám egy kicsit visszahozni. Ugye mégiscsak ők a felföldi, igazi skót felföldi népesség, de viszont annyira összeolvadtak a Piktekkel, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyiket mutatom be szerintem. A Piktek ugye ők voltak ezek a vadabb emberevőknek is hívták őket, hát nem tudom, hogy ebből mi az igazság. Szerintem megnézem a Pikteket, úgyhogy indítsuk el a kampányt. A kampány előtt még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a 12 kör per év mód elvileg működik. Konzultáltam a készítőjével a módnak, és sikerült betettem egy-két finomságot még. Tehát a kutatási időkhöz nem nyúlt hozzá, amikor elkészítette a 12 kör per év submódot. És ezt én így egyből leszűrtem, amikor ugye elkezdtem játszani, ezt láttátok ti is, hogy működött a... Pontosabban nem, azt nem láttátok, mert amikor a Swaybekkel játszottam, akkor azt hiszem nem működött, de magukkal, amikor már százszokat bemutattam, akkor élt az a mód. Csak ugye megvártam, míg frissül a submód, és akkor új kampányt kellett volna úgyis kezdenem, mivel eleve ott a script már akkor nem léptette volna érvénybe a kutatási idő hosszabbodást, úgymond. Úgyhogy jelenleg most ez egy teszt is, de hát ti nem fogjátok ezt látni, mert nem hiszem, hogy el fogom pörgetni a kört. És hát lehet, hogy egy kört el fogok pörgetni, mert ugye ez egy frakció bemutatóként indul. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit sikerült akkor most kihoznom az Attilából. Ugye a Fall of the Eagles alap, Európa Perdita épül mellé, és még három különböző kis mod, ezeket majd idővel el fogom mutogatni is a mod menedzserben, hogy mik ezek. Ezek nem annyira nagy változások, szerintem el is mondtam őket már korábbi videóban. Az egyik az a hát hosszabb, azok ilyen látványos elem igazából, ugye hosszabb a tűz hatása az ostromoknál, meg mindenhol. Jelenleg ugye felvetettem Total War Centeren egy olyan ötletet, hogy jó lenne, hogyha az Attilában is készülne egy olyan submód, ami eltünteti a győzelmi pontokat, hogy realistább képet tudjunk adni a csatákban, főleg az ostromokban. Jó, azt elnyomjuk, mert ez annyira nem érdekel minket. Azt már úgyis láttuk korábbi videóban, ugye mindig a Red Horse videó jön be ilyenkor. Jó, itt elmondja nekünk, hogy mi vagyunk a Piktek, hogy a rómaiak ellen fogunk majd menni, meg minden. Szóval, tehát akkor van ez a hosszabb tűzeffekt, ami igazából nem sokat számít, mert úgyis újra van balanszírozva az egész rendszer. Tehát a látvány az, hogy tovább ég a tűz. Ugye a Radiusnak van egy olyan vérpakja, amit nem kell aktiválni, csak be kell tenni a datamaplákba,
és kifejti a hatását, ezért van az, hogy tiszta vér minden, hogyha nagy tömegekben esnek el az emberek, ez kicsit azért reálisabb, de valamikor kicsit soknak érzem én is. Ugye van az autórefil, hát nem autórefil, hanem ammo refil igazából. Ugye ez azt jelenti, hogyha egy íjász egységünket 2 percig kivonjuk a harcból, tehát hátralévjük és kiadjuk ezt a refill parancsot, akkor újra töltődnek a nyilvesszők, tehát a muníció. Eddig az íjászoknál vettem észre, hogy működik, számszeríjászoknál, lovasíjászoknál, katapultáknál nem próbáltam, meg nem is teszteltem még, de folyamatban van. És még egy mód van, ez pedig az, hogy minden ostromeszköz, ami nem semmisül meg, az elzsákmányolható a csatában. Ez egy nagyon reális mód szerintem, ezt nem is értem, hogy a célja miért nem rakta vissza, vagy bele. Térképről már esett szó, ezt az elemet itt továbbra is egy szintiszta nyúlásnak tartom. Ugyanúgy, ahogy megpróbálták megcsinálni a családfát, azt is egy szimpla játékból való nyúlásnak tartom, de a térkép az egyértelmű. A térképnek bizonyos részei egyértelmű nyúlások, de most erre nem térünk ki, nézzük meg, hogy indul akkor a Piktek frakciója. Ugye az Európa Perdita meg a Fall of the Eagle mod, a kettő együtt olyan szintű játék élményváltozást eredményez, amit egy alapjátékkal játszó ember soha nem fog megérteni, hogyha nem kíván tovább lépni az alapjátékból. Tehát nem is várom el igazából, mert nagyon sokan vannak, akik nem értik meg ezt a fajta... Nem is az, hogy nem értik meg, nincs is idejük. Tehát én viszont nekem meg nincs időm az alapjátékkal játszani, meg nem is akarok. Szóval nézzétek meg, mondjuk hasonlítsátok össze mondjuk ezt a Small City táblázatot, majd hasonlítsátok össze esetleg, hogyha alapjátékotok van, hogy nálatok az alapjátékban mit ad a Small City, és akkor el lehet gondolkodni például mondjuk itt ez a enclosure, ez a farm, hogy ez mit ad, meg tényleg ez az artisan, mondjuk jó, ez azt hiszem, hogy majdnem hasonló, de rendkívül megváltozott minden, szóval a betegségek, az évszakoknak a változásai, ez a elborult, nagyon tényleg sötét középkor kezdő időpontra nagyon ki van hegyezve ez a két mod, és a 12 kör per év mod is le van butítva erre, nem is az, hogy le van butítva, hanem ki van optimalizálva erre lassított játékmenetre, és igen, jó, megvan, oké, 310 kör, nagyszerű, igen, megoldották, jó van, benn van a hosszabb kutatási idő. Az építési időket a mod készítőjével tényleg kicsit többet váltottunk, úgymond hozzászólást, és eleve az építési időket ő már belerakta, csak a kutatási időket felejtette el, ezt most orvosolta a kérésemre. Remélem, hogy meg fogja csinálni azt is, ami nekem fontos igazából, az ostromok. Ugye nagyon sok az ostrom az Attilában, eleve ugye maga a korszak adja azt a fajta játékmenetet, hogy elég sokat kell ostromolni, hát mégiscsak mi barbárokként a civilizáció ellen megyünk, de még tényleg nagyon hiányzik az építető fal, sajnos ez valószínűleg soha nem lesz megoldott se a Rom 2-ben, se az Attilában, ezt én nagyon szívből tudom sajnálni, de hát ez van, attól függetlenül azért játszogatok a játékokkal, hogy nagyon szívfájdító események is történtek a játék történetében ebben a két részben. Az Attila azért próbálta visszahozni, de mindent nem tudott. Tehát nem baj, tényleg. De valamilyen... Az Attila hangulata azért az hozza az el... Tényleg azt a szintet, amit kell. Őt nem tudom betenni? Nem, csak őtket. Jó. Jó, tehát akkor így indulunk. Természetesen minusszal. Ezt megpróbálhatjátok orvosolni, vagy csapatok feloszlatásával, vagy egy gyors hadüzenettel. Általában én azt tudom javasolni, hogy próbáljátok meg először gazdasági, úgymond eljárásokkal, vagy
gazdasági befektetésekkel úgymond pluszba vagy egálba hozni ezt az egész pénzügyi rendszert. Aztán természetesen ugye a kereskedelem az egyik legfontosabb, meg lehet próbálni kapásból egy trade-et, amit szerintem el is fognak fogadni, így van, és nézzük meg, hogy ez mennyire, hát nem nagyon, de azért hozott belőle egy 100-ast, igen, így éreztem én is, hogy ez egy 100-al kevesebb. Hát az adók növelése természetesen itt megoldás lehet, nézzük meg, hogy egy szinttel, hát ez is egy 100-ast hozott, kicsit többet, de ugye így nem, amíg, ugye itt ez nem olyan dei, szóval én a Rome 2-ben megszoktam azt, hogy városban csak nagyon ritka esetben állomásoztatunk nagy seregeket, mert a jelenlévő légiók létszámától függően csökken a lakosság morálja, ugye maga a sereg, meg hát maga a frakció népszerűsége. Úgyhogy az Attilában ugye sajnos még nincs olyan mód, ami ezt valamilyen szinten megjelenítené, hogy akkor növekszik meg egy városban a morál, ha bennáll a sereg, hogyha közel van egy másik ellenség, tényleg egy ellenséges sereg. Ezt a Dei nagyon jól megoldotta. Remélem, hogy még az Attilában, hát ugye végülis a Fall of the Eagles és a Dei készítője egy és ugyanaz, tehát remélhetőleg, hogy ez megfogó, ez idővel azért változni fog. De ugye, mint korábban is mondtam, ez nem a Dei. Na. Sokat nem tudok mutatni erről a frakcióról, úgyhogy a csapatok lesznek érdekesek. A kezdő csapatainkról igazából a szokásos tudom elmondani, nagyon gyenge alapegységekkel indulunk, tényleg. Eszméletlenül gyenge egységekkel. Aztán nem is tudunk nagyon olyan hú de jobb egységeket kifejleszteni. Nagyon érdekes dolog, ami nekem sokszor szemet szúr, elég sok totálvori játékban, módban is, hogy érdekes módon általában a csapataink íjászokkal is indulnak, de mi magunk nem tudunk leképezni íjászokat. Ezt én általában furcsaságnak tartom, és most lehet, hogy ez nem ide vágó dolog, de legnagyobb furcsaság számomra, amiért pont, hogy nem játszom azzal a móddal, amivel én nagyon szerettem volna sokat játszani, meg szerettem volna sok videót csinálni belőle. Ez nem más, mint a The Great War mód, ugye a Napóleonhoz. Tudom, hogy kijött az 5.1.2, vagy nem is tudom, melyik verzió van most már kint, vagy 5.2, vagy nem tudom. De olyan szinten nem figyel oda a játék arra, hogy milyen rendszert épít fel. Tehát nekem az kinek nem elegek. Szóval ott rengeteg változtatásra lenne szükség, hogy az tényleg úgy kicsit hitelesebb első világháborús élményt nyújtson, mert például nonsense az, hogy az oroszokkal kezdve a Great War modot nem tudunk kozák lovasságot létrehozni, 1914. augusztusában, vagy januárjában kezdődik a mod, most nem emlékszem, vagy márciusban, nem is tudom. Szóval eleve az, hogy egy olyan frakcióval indulunk, aminek 60 ezer főnyi kozák lovassága volt bevethető az első világháború elején, és a módban nem tudunk képezni se. Rendelkezünk három kozák egységgel, és nem tudunk képezni. Na, ugyanezt érzem itt is, hogy rendelkezünk íjászokkal. Szerintem logikus lenne, hogyha íjászokat tudnánk képezni, de sajnos nem. Nagyon erőltetettnek érzem tényleg ezt a Warhound, ez a harci kutya rendszert, meg harci kutya egységeket. Én aláírom, hogy voltak ilyen egységek. Biztos, hogy voltak olyanok, akik harci kutyákat vetettek be, de hogy nyílt csatában harci kutyákat vetettek volna be, nagy számban, bocsánat, a kifejezés a lényeg, tehát nagy számban ezt nem írom alá. Én elég sokat kutattam Róma, meg főleg a római kori harcászatban, de nyílt ütközetben harci kutyák bevetéséről őszintén szólva egyetlen tanulmányban vagy szemelvényben, vagy semmiben nem olvastam. Lehet, hogy biztos, hogy erdőben, rajtaütéseknél, bizonyos megerődített helyeknél, ahol a kutyákat érdemesebb volt bevetni, megtörténtek ezek a dolgok, de hogy nyílt csatába vigyek harci kutyákat, komolyan mondom, én ki is venném.
Ugye nem hiába Dei kivette a harci kutyás egységeket, mert egyszerűen nem történelem hű. Jó, mindegy, ennyit szerettem volna mondani, ugye a piktek bemutatásáról. Ahogy a későbbiekben milyen egységeink lesznek, ezt úgyis látni fogjátok. Szerintem ügynökünk nincs. De mindjárt megnézzük, hogy tudunk-e legalább egyet. Nem, mert ugye persze kell hozzá egy családfánk az. Egy uralkodó, egy örökössel. Meg egy másik másodszülött fiúval, meg egy lányjal. Ja, igazából a lánya másodszülött. Elég öreg királyunk van, úgyhogy hamar örökösödési harcokra is lehet számítani. Szerintem a pikteknél annyira a frakcióháborúra nem kell számítani, de benn van a pakli. Ugye itt még mindig megvan az erőltetett menet, de így kivette érthető okokból. Az Attilában kíváncsi leszek, hogy mennyire fogja okosan használni a gép. Fogok vele mostanában szerintem mondjuk játszani, hogy majd le tudom tesztelni ezt. Jó, hát akkor pörgessünk egy kört. Igen, mi ez? Ja, persze a Governor. Mindig elfelejtem. Ugye... Az Attilában rá vagyunk kényszerítve igazából a Governorok alkalmazására. Na, nem érzem ezt se úgy, hogy ez olyan fontos lenne igazából, de... Jó, te leszel a Governor, mert Defendingnél kapsz pluszt. És ugye a Governor egység az megjelenik a... Ugye el lehet érni. Tehát ugye ez lesz majd a Governor egység. Ugye ő meg fog jelenni a csatában is. Rendkívül tényleg mélyebb lett az egész gazdasági rendszer. Ezt aki az alapjátékkal majd össze fogja ezt hasonlítani, az látni fogja. Na, szerintem akkor most pörgessük le a kört. Ja, jó. Most már tényleg nem érdekel, ugye az ediktumokat se szoktam nagyon kiadni az első körökben. Biztos hasznos meg minden, de hát... én alakítom az uralkodót, úgyhogy azt csinálok, amit akarok. Ha nem figyelmeztetne a játék, igazából valahogy körökig csak nyomom el, mert idegesít. Akkor van értelme, amikor már kezd terjedni egy kicsit az impérium. Persze tudom, hogy most ugye bizonyos előnyöket azért adnak. De lássuk be, hogy adnak hátrányokat is. Igen, ugye itt kell, el kell dönteni, hogy mi a jobb. Kiadni ediktumot, vagy nem kiadni. Mert hogyha ki is adjuk melyiket, szóval... Igazából nem érzem úgy, hogy minden esetben szükséges lenne ediktumot kiadni. Ugye itt például minusz 5 defending on land morálra, hogyha ezt kiadjuk. Nincs értelme kiadni, mert eleve 99%-os kelt a valláson vagyunk, de ugye minusz 10%-ot ad a toborzásra. Plusz a támadó egységekre ebben a tartományban. Na most ez akkor hatékony, mert eleve ha átlépünk másik tartományban, nem él a bónusz, tehát nem is értem. Aztán. Na mondjuk igen, ez hasznos. Ez hasznosnak tűnik, ezt majd lehet, hogy ki fogom adni. Na ez jó. Na ez azért már jó. Ez egy resettlement, ez igazából. Mondjuk, hogyha gazdasági rendszert akarunk építeni, akkor ez nem rossz az elején. A karantén, ez főleg akkor hatásos, hogyha véletlenül valamelyik seregünk betegséget kap, vagy a városunk, vagy valami, akkor ez nagyon hasznos tud lenni. Hát szerintem először resettlementre tesszük a voksunkat. Tényleg nem változott nagyon semmi. Megkapjuk a klasszikus, ugye ilyen eventeket. Jó, azért itt a családfában ezt már korábban mondtam, itt el lehet bogarászni. Szépen tényleg ki lehet adni mindenféle dolgot. Nagyon jól működik ez a patrónus. Tehát van ez a... Ez ugye, ez a retréner.
patronus igazából, ugye, hogyha van egy 4 csillagos tábornokunk, akkor annak betesszük, ugye mondjuk a saját fiunkat betesszük patronus, patronáltság alá, és akkor az húzza felfelé az a vezér, kiképzi meg, betanítja úgymond, rossz modern kifejezéssel élve az alacsonyabb rangú emberünket. De tényleg hangulatos, nem rossz megoldások születtek. Feleséget szerezhetünk a családtagjainknak, ez sem rossz. Szerintem így nagyjából ennyi elég a piktekkel. Én amondó vagyok, hogy az elején próbáljátok meg lenyomni a kaledónokat gyorsan. Igazából nem vesztetek semmit, ugyanazon a kelta valláson vannak. Szerintem abszolút nincs értelme. Nincs értelme várni, mert ugye ez a római katolikus kereszténység, ez nagyon gyorsan el tud terjedni, hogyha nem lépünk. Úgyhogy minél előbb azért meg kell próbálni legalább a Hadrianus falig elmenni. Sőt, én még amondó vagyok, hogy majdnem az íreket is be kell darálni, ha már kelták. Nem tudom, hogy itt van-e ilyen konfederációs, igen, van. Kaladónokkal érdekes módon nem tudjuk megtenni, de... Várjunk csak, nem, bocsánat, az más. Nem, itt nincsen. Itt nincs. Itt már, ugye a középkorban vagyunk, itt már nincsen ilyen konfederációs tud, mint a Rom 2-ben, hogy egyesíthetjük az azonos kultúrkörből származó népeket, szóval ez itt megszűnt. Na, viszont akkor lépjünk ki a menübe, és nézzük meg akkor a Piktek egységeit. Kíváncsi vagyok. Érdekes lesz, igen, pont ők vannak kiválasztva, de csak nem saját magamnak. Úgyhogy ellenségnek akkor be is rakhatnánk a kaladónokat, így van, igaz? Hoppá. Keltik. Hát vannak itt érdekes dolgok. Ja, ugye az enciklopédiák azok nem nagyon működnek. Ja, ezért csak egyet vihetünk, úgyhogy most egyelőre akkor a klasszikot mutatnám be. Hát beteszünk mindent. Lehet, hogy megint sikerül meg valamiből kettőt betennem. Nem sok egység lesz szerintem, de... Kíváncsi vagyok. Hát a rómaiaknál ott egységdömping van, főleg Radius módjában ott aztán el lehet veszni, hogy mit képzünk, meg hol képezzük, meg miért képezzük. Kertikoné, oké. És ezt be is rakta, igazából teljesen mindegy nekünk. Egy olyan mapot, az jó is lesz az előbb. De nem, akkor nézzünk valami másikat, mondjuk itt. Elég érdekes mapok vannak. Nézzünk egy Plains-t. Jó. Na, akkor Start Battle. Megint ugye klasszikus, a gép az önmagának fölnyomta az aranysávokat. Hát én ezt azért nem teszem meg, mert ugye ezek bemutatók és nem teljesen lényegtelen, hogy milyen egységeket állítok be, mert arra vagyok kíváncsi, hogy milyen egységpalettával rendelkezik a frakció. Nagyon durva csatákat be lehet állítani, az tény, mert eszméletlen dolgok vannak, de érdekes megnézni, hogy a gép hogy állítja össze a csapatokat a tetszőleges csatában, és nagyjából a kampányban is így toboroz. Amúgy meg lehet azért akasztani a gépet ilyen ezekkel majdnem homogén seregekkel, nagyon erőszakosan tud jönni, hardon, meg very hardon, meg pláne. Na, legjobb ugye, hogyha minél jobban összeválogatott sereget rakunk be. Itt talán el is férünk majd a csapatokkal. Na, akkor először a vezért ide hátra rakjuk. Adjuk ki az előcsatározókat, nem sok lesz, meg az íjászokat. Úgy. Jöjjenek a fejszések mögéjük.
Én a felszésekkel szeretek aprítani ebben a korban. Szeretem a viking harcmodort nagyon. Sajnos megy ez a viking sorozat, megint elkövettem, hogy belenéztem az egyik részbe, és hú, nagyon gyorsan abba kellett hagynom a megtekintését ennek a sorozatnak, mert egyszerűen agyérgörcsöt kapok az ilyen sorozatoktól. A History Channel-nek a hatalmas történelemű sorozataitól. Amit az angol szászok nem tudom milyen felindulásból követik el ezeket a bűnrossz hiteltelen történelmi sorozatokat. Van benne hitelesség, aláírom, de nem sok. Jó, én is olvasok angol szerzőtől római kultúrára meg történelemre vonatkozó műveket, de hát de azok a, vannak angolok, akik szerintem jobbak. Mind céljánál, akárkit alkalmazott célja, Isten bocsássa meg nekem. Szerintem tudnék ajánlani jobb történész nekik Angliában. Meg tényleg ilyen brit meg angol szász kultúr területen, aki el tudná magyarázni nekik, hogy mi volt a római kor. De most már nem menjünk ebbe bele. Na, kelta előcsatározók. Ugye, mint továbbra is mondtam, az Attila az elképesztően néz ki. Tényleg nem is lehet nagyon ezt szavakba önteni, hogy milyen, hát ugye a piktek, eleve nézzétek meg, hogy mennyire hasonlít tényleg arra a kultúrkörre, amit úgy nagyjából tudni, ismerni vélünk. Ezek a kockás minták, ugye klasszikus mai skót mintának a megfelelője, elődje. Celtic Brigand, szintén előcsatározók, nagyon érdekes. Aztán, hát hogy nem tudom, hogy akarjátok-e látni az egységkártyákat. Az egységkártyák nem olyan szépek, szerintem a Radius módja azért ebben jobb. Hát igen, klasszikus. Ez az egykezes számszerű, vagy ez kétkezes. Ezt szerintem még nem motollával kell felhúzni, hanem kézzel, de majd meglátjuk. Nem most, de meglátjuk. Na. Aha. Könnyű íjászok, de a pikteknek nincs is más, ha jól láttam. Akkor betettem volna. Kicsit leveszem. Ezek. Medium Axe Infantry. Infantrisek. Nézzük csak. Tudnak. Aha. Fú. Nem sok mindent. Hát igen, ilyen klasszikus. Könnyű gyalogság. Gyorsan megbontani az ellenséges harcrendet, lekötni bizonyos alakulatokat, jó, de csatadöntő tényezőként nem hiszem, hogy alkalmazni lehetne. Pick berserkerek. Érdekes, hogy csak negatív dolgokat írnak róluk, de azért egy berserker szerintem zseniálisan néznek ki, mondjuk azt hozzátenném. De azért a berserker az lehet, hogy nagyon alacsony úgymond HP-val vagy életerővel bír, meg nincsen rajta pajzs, de hát azért az atakja 34-es, meg a charge bonus 58, míg az előbbinek 24-32 az arány, úgyhogy ez egy nagyon masszív, ez tényleg, ez csatadöntő tényezővé válhat, ha megfelelő időben, megfelelő helyen alkalmazzuk ezt a gyalogságot. Na. Kelta berserker. Pick Berserker, jó, kettő van. Zseniális, a Pick Berserkernek ugye ez a, amit megszokhattunk, ezek a kék festett. Festett motívumok. Most eszembe jutott a Rome sorozatból, amikor az első részben a kék hispánokat emlegetik. Akik szerintem megint ilyen kelta a kultúrkörhöz tartoztak, de nézzétek meg a pajzsokat itt is. Hát ez a színkavalkád, ahogy megcsillan a fémes részeken a napfény, meg minden. Szépek a textúrák igazából. Kicsit nekem a haj kidolgozása nem tetszik, de a legkisebb baj legyen az Attilában. Aztán Celtic Axe Band. Hát ez a kétszínű haj, ennek biztos, hogy van valami, vagy a sapka lenne. Nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Ennek biztos van valami kultúrtörténeti
háttere, vagy ilyesmi. Vagy csak egyszerűen bug, ezt mindenki döntse el maga, én erre most nem tudok pontot tenni. Oké, szerintem meg is volt akkor a 4 fejszés, 5 fejszésünk van. Hoppá, itt hagytuk. Szóval mondom, hogy furcsa volt egy kicsit. Őket ide rakjuk, nézzük. Azért mondom, mert volt itt közepes fejszés. Igen, utána vannak, jó. Jó lenne, hogyha felállnátok a gyerekek. Nem tetszik nekem ez a... Így itt nyíltan kiálltok ide a napfényre, vagy mi. Nem, meggoogolni akartok. Bárhol el tudtok rejtőzni. Mondjuk rejtőszínetek megvan hozzá részben. Bár a piros pajzs az annyira nem jó rejtőszín. Meg a fehér tunikák, vagy mik ezek. Nem tudom, hogy a pikteknél hogy nevezték ezt a ruhát. Hát köpeny, egy ilyen bőr, vagy hát egy ilyen szövet kabát, meg gondolom bőrnadrág. Vagy esetleg szövet nadrág. De ezek is nagyon könnyű vérteszetű egységek, így van. Tehát a pikteknél ne számítsatok szerintem nagy ilyen nagy vértes gyalogságra, meg ilyesmi. Na, keltik bent. Klasszik. Fejszével, karddal, mindennel, amivel lehet pusztítani az ellenséget. Celtic Woodrunners. Rajtaütő szerű gyalogság. Elképesztő, hogy a pikteknél milyen egyhangú, nem olyan változatos maga az egység felhozata. Celtic Warband. Klasszik. Nem igen lesznek vértes egységek, még egyszer mondom. Kelt a harcosok. De fenntartási költségeket, meg ilyesmiket, azokat szerintem kampányban érdemes megnézni, de úgyis csak akkor láthattátok volna, hogyha több kört lefuttató. De igazából annyi módosító befolyásolja majd a későbbiekben. Ez a tier 3-as egység, ez már nem jó az. Scarcest Teachers. Itt már nők is vannak, ahogy elnézem. Ez nő, nem? Ez nem nő ott. Hát ez itt a nőnek látszik, nem? Meg ez is. Vagy lehet, hogy csak én látom annak. De úgy látom, hogy azért elég jól leredukálták a nők számát a csatákban. Vagy az csak a migráns egységek, vagy migráns népeknél vannak. Na mindegy. Na azért itt már láncingeket is látunk. Vagy ezek sodronyingek? Én láncingnek nézem. Nem, sodronying. Excellent capture power. Hát igen, az íjak, meg a számszerék ellen nagyon sebezhető egységek, ezek még mindig. Aztán, picked karforgatók, hát jó, ez klasszik. És nagyjából kezdünk is kifogyni. De hát nézzük tovább. Lándzsások, igen. Szépek a motivumok, amiket maguk előtt hordoznak. Tetszik, hogy tényleg mi pikteknél nem jellemző a sisak használat. Kelt a lándzsás, kelt a spearman. Ez tier 1, ez tier 2. Aha. És akkor mondom, ez is tier 1. Ez meg a parasztok, a földművesek, csak lándzsa van a kezükbe. Oké, okay. Na itt vannak a kedvenceim. Én nagyon szeretem a kutyákat, főleg a harci kutyákat, de ez komolyan ezt. Jó, tetszik az, hogy tényleg egy ember itt három kutyával, meg minden. De annyira nem ide való szerintem. Ez mi ez? Scythe Spears. Parkos. És ugyanolyanok a kutyák. Értsd jól. Gazahunt. Nem fog, azt tudom, mi a különbség. Nem sok különbséget látok a kutyák között. De ha valaki nekem hiteles anyagot tud erről adni, hogy melyik kutyás egység hol, merre, meddig, hú, komolyan mondom, csak ő neki csinálok egy olyan csatát, ahol bevetek kutyás egységeket. Na, hát a zonágerek, ugye a vadszamár, klasszikus, nem a rendes katapult, amit sokan azt hiszik, hogy az, ez még a nem a tányéros megoldás, ugye, hanem ugyanúgy egy ilyen bőrszíjakon logó. Csúzni.
dologba rakták bele a hajító eszközöket, vagy hát a hajítandó eszközöket, követ, hasonlót. Itt a vezéregysége, nincs nagy vért, de ő hadúr igazából. Na, és a kedvencem a lovasság, ő nekik nem kell ilyen egységkártya. Kerekpajzsos fosztogató lovasság. Zseniális. Ez meg mi? Mondta Speed Raiders? Aha! Van a Monta, van a Round Shield Raiders, meg a Monta Speed Raiders. Náluk úgy látom, hogy tényleg mindenhol kerekpajzs van, itt meg viszont már látunk mindenféle ilyen téglalap, meg ez a szárnyas pajzs, én annak hívom, ez a nem is tudom milyen alak ez. Aztán Kelta rajtaütő, fosztogató lovasság igazából. És vannak azért nehéz vértes lovasok, a Mormer Kari. Ez tier 2. Tier 1, tier 1, tier 2. A kerekpajzsok azért már kicsit jobb egység. Hát nagyjából ennyi lenne piktek egységei. A térkép az továbbra is gyönyörű. Mozgások. Az animációk nekem annyit, hogy itt az esésokot is látunk. Hogy tényleg a mozgásokról tényleg csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor megláttam az Attilában, még emlékszem életemben legelőször a lándzsa szúrásos felcsonkolást, akkor egy kicsit elment a kedvem az egész játéktól. Úgyhogy nem is fűznék hozzá többet. Szóval vannak olyan dolgok, amik miatt én nem nagyon a csatákat nem játszom le. Nekem már a Total War is ilyen kampánytérképpen játszódó dolog lesz lassacskán. Aztán azért pár csatát majd csak-csak le fogok nyomni, mert kíváncsi vagyok még egy-két dologra, de lassan ugye jön a DEI 1.2, úgyhogy kicsit majd a ROM 2-höz is vissza fogunk térni. Na hát ez lett volna a Piktek bemutatója, nem sokára jövök egy következő videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!